Minden tevékenység mozgató rugója a család. A társadalmat családok képezik, ezért a társadalom olyan, amilyenné a családfők alkotják. Írja Ellen Good White. Köszöntöm Önöket a Remény bajnokai bibliai előadássorozat 7. alkalmán. A romániai hetednapi adventista egyház programját követhetik, melyben megismerkedhetünk a Remény bajnokaival, akik a krízis idején nem adták fel. A ma esti találkozásunknak a témája remény a mai családoknak. Lehet, hogy a koronavírus járványának időszakában a családok nem élték meg azt, amire számítottak. Talán egyes családokban a bezártság több szomorúságot hozott, mint örömöt. Van-e remény ma a családoknak? Tartsanak velünk ma este is, és ismerjünk meg egy újabb személyt. A remény bajnokai közül ismerjük meg azt, aki hű maradt Istenhez és a családjához. Köszöntöm meghívott vendégeimet, Ferenc József Zorgel és Topor Gyula lelkipásztorokat. Isten hozotta a kerekasztal beszélgetésen. Én is köszöntelek, és a kedves nézőket. Köszöntöm én is a nézőket. Mi dönti el azt, hogy egy család hogyan tudja átvészelni ezt az időszakot, ami a karantén időszaka volt, egy bizonyos értelemben a bezártság időszaka. Mert tudjuk jól azt, hogy ez az időszak egy kihívás volt azok számára, akik nem tudtak kimozdulni a lakásból, és normális körülmények között ennek örülni kellett volna, mégis lehet bizonyos helyzetekben feszültséget jelentett. Gondolom, hogy nagyon sok család megtapasztalta ezeket a nehézségeket, ami megjelenik minden család, vagy más tevékenységben, amikor valami új jön a felszínre, és ezért sok hozzáállás kell az ahhoz, hogy jó hozzáállás, hogy át tudjad vészelni mindezt a megpróbáltatást. Feszültség az élet minden napjaiban is van, nem csak ilyenkor. Ez még ráadás. Ennek a karanténnak, hogy ajtón belül kell maradjon a család, van pozitív része is, van negatív része is. Pozitív része az, hogy sok család nem volt ennyi időt együtt évek óta. Férj feleséggel, szülők a gyerekekkel, gyerekek a szüleikkel, lássák, hallják, beszélgetnek. Ez a pozitív része, és nagyon sokan elmondják, hogy milyen jó lenne ezt így megtartani. Hát valamit tanuljunk ebből. A negatív része pedig az, hogy bekerülvén a házba, kicsit kilépvén abból a rohanásból, amiben voltunk addig, szinte hogy tétlenségbe esik az ember. Legyenek gyermekek, szülők, kivéve a háziasszony, mert ha család otthon van, így is, úgy is, azelőtt is, meg azután is kellett főzni, takarítani, stb. És a tétlenség az okozhat feszültséget, mert az ember nem tudja, hogy mit tegyen azzal az idővel, ami felszabadult valahonnan máshonnan. Véleményem szerint minden családnak az életébe csupán az kerekedett ki, ami addig is ott lappangott, ott volt, viszont talán a rohanó élet miatt nem volt erre alkalom, hogy arról beszélgetni, vagy hogy az kialakuljon teljes mértékben. Azonban talán így jobban megismerik egymást a családtagok, és jobban el is tudják fogadni egymást. Hogyan látjátok azokon a helyeken, vagy azokban a helyzetekben, ahol lehetőség volt kilépni egy kisebb udvarra, ott könnyebben át tudták élni ezt az időszakot? Mit tanulhatunk ebből a helyzetből, ilyen szempontból is? Gondolom, hogy a gyerekek örventek ennek a legjobban. Ők el vannak nagyon foglalva, gondolok már az óvodáskortól iskolás gyerekekre, akiknek az iskola vagy az óvoda lefoglalja, és az otthoni tanulás a legtöbb idejüket. Most fel tudtak egy kicsit szusszanni, és ez nagyon sok örömöt hozott számukra. De gondolok a felnőttekre is, akik ilyenkor nem csak felszínesen tudják ápolni a kapcsolatukat egymással. Ha mégis nehézségekkel nézünk szemben, akkor mindig van egy jó tanácsadónk, és ez az Úr Jézus Krisztus.
a hívő ember, a keresztény ember megtalálja a jó tanácsot, és fel tud tölteni ott, ahol ennek a forrása van, és ez a mi mennyei atyánk. Hogyha keresztény családokról, keresztény országba és keresztény emberekről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy a felnőtt ember Istenhez fordul a feszültségekben is, családon belül, férfeleség, gyermekek, szülők együtt, és nagyon nagy szerepe van az együttélés, harmonikus együttéléshez, a bocsánatkérés, megbocsátás ajtón belül. Van-e remény a mai családoknak, még azoknak is, akik nehezebb hangulatban élték meg a bezártságot, és talán nem volt egy kiskert sem, ahova kilépjenek az ajtón kívülre? Biztos, hogy igen, és a ma estéli alkalom ebben megerősít mindnyájunkat. Én úgy gondolom, hogy a karantén előtt is, meg a karantén alatt is, meg utána is szükség van férjeknek, feleségeknek tudatos döntéseket hozni. És van remény. Erről beszélünk, erről szól az eladássorozat, erről szól Istennek igéje, van remény. Köszönöm a kérdésekre a válaszokat. Hamarosan visszatérünk egy bővebb beszélgetésre ebben a témakörben. Következzen a ma esti elmélkedés, amelynek a címe Remény a mai családoknak. Csabai Gyula lelkipásztor fogja ezt közölni, előtte azonban fogadják sok szeretettel az előkészített énekszolgálatot Orbán Nóra részéről. Zongorán kísér Nagy Róbert. Hitedet is elveszítettem.
Kellemes tapasztalatot jelenthet mostanában több időt együtt lenni a családdal. Ám a közmondás szerint jóból is megárt a sok. A statisztikák azt bizonyítják, hogy napjainkban az összezártság miatt egyre több a veszekedés a családokban, és igen gyakori a feleségekkel, a gyerekekkel szembeni erőszak. Sokan annyi mumust, azaz rendezetlen ügyet ásnak elő a szőnyeg alól, hogy inkább a válás mellett döntenek. Ezért sokan nem bírták a karantént, válás lett belőle. Családi vesztességek, egzisztencia, munkahely, mint egy malomkőként nehezednek számos családra. Hogyan küzdjünk meg a veszteségeinkkel? Nagyon értékelem az igaz történetekre alapuló tanulságos filmeket, mint például a Remény bajnoka közismert amerikai életrajzi filmet, 144 perces alkotást. Nem egy átlagos sikertörténet, amiből már nagyon elege van a korunk emberének. Az élet nem csak győzelmekből, fényből és önfeledt boldogságból áll, hanem csalódásokból, kudarcokból, illetve szenvedésből. Egyszer fenn, egyszer lenn. Vagy ahogyan a Prédikátor könyvében találjuk az Ószövetségben, minden olyan, hogy mindenkit érhet, vagyis minden érhet mindenkit. Az embernek nem is a körülményekben kell bíznia, nem attól kell függővé tennie boldogságát, hogy éppen mennyi pénze van a bankszámláján, hogy milyen házban lakik, vagy milyen autóval közlekedik. Az említett film főszereplője James Braddock, Russell Crowe alakításában nem egy Hollywoodban kitalált és megformált Superman, hanem egy hús-vér ember, aki nem a pénzért, hírnévért, hanem a családjáért, a túlélésért küzd. Nekem külön tetszett a családi életük, főleg ahogyan a nehézségeket kezelték. Példaértékű James, mint férj, édesapa, és miért ne, mint keresztény ember viselkedése, egy rendkívül nyomasztó krízis helyzetben, a 30-as évek Amerikájában, ahol a gazdasági világválság miatt minden negyedik ember munkanélkülivé vált, és nagyon sokan haltak meg az éhségtől, vagy egyszerűen megfagytak télen. James Braddock, az ismert ökölvívó, egy csuklatörés okozta elveszített meccs miatt munkanélkülivé válik. Megélhetésük megszűnik. Nincs, amiből a számlákat kifizetni. Ezért kikapcsolják az áramszolgáltatást, ráadásul a szülők szívét egyre inkább marcangolja, a három gyerek mindennapi étkeztetésének gondja. Az is nyilvánvaló, hogy Braddock jó ember, elvei vannak. Visszakíséri a gyerekét a boltba az étellel, amit a fia az éhség és a kilátástalanság okozta félelem miatt lopott el, és elnézést kérnek a boltostól. Ezek után megígérték egymásnak, ha a gyerek nem lop, úgy ő sem küldi el máshová a három gyereket, menjen bármilyen rosszul is sorsuk. Mert sok szülő arra kényszerült, hogy a gyerekeiket szétosszák a rokonok között, enyhítve az amúgy is nehéz helyzetükön. Nagyszerű dolog ebben a drámában felfedezni az Istenben való bizalmat, amikor a feleség mély imádkozóan, bizakodóan imádkozik. Ekkor már a férj úgy nyilatkozik, hogy ő kifogyott az imádból. Aztán súlyosbodik a helyzet. A fűtés hiánya miatt sorra megbetegszenek a gyerekek. A feleség a férj tudta nélkül elviszi őket egy bizonyos időre a rokonokhoz, ami nagyon felkavarja James-et. Hogyan tovább egy ilyen helyzetben? Sokan adják fel ezen a ponton. Itt hullanak szét a családok. Itt kezdenek el inni a szülők, vagy depresszióba zuhannak. Ez az állapot a veszekedések meleg ágya. Eddig törött kézzel dolgozott a rakparton, mint rakodó munkás, de most az egykori ökölvívó, méltóságát is feladva, elkezd koldulni a barátoktól. Így legalább visszahozhatja gyerekeit. Ismét együtt lehet a család, ám tovább maradnak a gondok. Braddockék nem adták fel, nem váltak el, hanem összetartva küzdöttek és kiemelkedtek az átlagból. James itt válik igazi bajnokká, nem a ringben, hanem a nélkülözésben, a próbában. A Jakab apostol levele beszél a próbáról, amely kitartást szerez. Együtt maradnak a férj, mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a megélhetést, ugyan imádkozni már nem tud, de ott van mellette mély a felesége, aki kitartóan imádkozik Istenhez. Ha van hit,
van szeretet, akkor van remény, van akarás, van küzdelem. Csak ne adja fel az ember. Jobb könyvében találjuk ezt a töredéket. Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog, de szél fut át rajta, és kiderül, azaz kiderül az ég. Kitartásának, reménységének, felesége imáinak köszönhetően, újabb esélyt nyerve, Braddock szinte hamvaiból kiemelkedve a csatákat sorra nyerte, míg végül az életét kockáztatva kiüti a félelmetes, nehéz ökölvívó világbajnokát, Max Baird, aki irtozatos ütésével két ellenfelét küldte már egyenesen a halálba. Ezzel a győzelmével Braddock nem csak bajnokká, hanem valóságos nemzeti hőssé is válik. Olyan ez, mint amikor Dávid legyőzte Góliátot. A filmben mindenki Max Baird-re, a gyilkosként bemutatott boxolóra fogad. A rendező a valóságtól eltérően a világbajnokot egy öntelt, kegyetlen embernek mutatja be, így tökéletes ellentéte a tiszta életű Braddocknak. A mérkőzés nem csak két ember harcáról, hanem két életszemlélet összecsapásáról is szól. A győzelem egy erkölcsi győzelem is, ahol a jó ismét győz a gonosz felett. A film tényleg megérdemli a Reménység bajnoka címet, és a kitartásról szól, arról, hogy az embernek a körülményektől függetlenül harcolnia kell az igazságért, a családért, a szeretetért, a hitért. Ez egy olyan érték, amely a Bibliának is központi értéke. A hit a görög nyelvben pisztiszt, hűséget jelent. Hűséget, amely akkor is kitart Isten mellett, amikor minden rendben van, és akkor is, amikor összecsapnak az ember felett a hullámok. Kitartóak voltak a hit ószövetségi bajnokai is, ilyen volt a bibliai Jób is. Családos, megvalósult ember is, rendkívül gazdag. Születék pedig néki 7 fia és 3 leánya, és vala az ő marhája 7000 jó, 3000 teve, és 500 igabarom és 500 szamár. Cselédje is igen sok vala, és ez a férfiú nagyobb vala Kelepnek minden fiánál. Így mutatja őt be a Biblia. Őt a világbajnok, azaz a sátán hívja ki párbajra. Jézus Krisztus így beszél a sátánról, jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije János evangéliumában. Ilyen értelemben nevezem sátánt világbajnoknak. Tudniillik a jó és rossz, illetve Isten és sátán közötti folyamatos küzdelem keretében kerül sor erre a családi megmérettetésre. Sátán terve az, hogy a hatalmas nyomorúságban, amit ő okozott, Jób meginogjon, sőt, mi több, tagadja meg a mindenhatót. Avagy nem átkozé meg szemtől szembe téged, olvassuk a Jób könyvében. Isten kijelenti róla, hogy őszinte és becsületes ember. Vala úsz földén egy ember, akinek Jób vala a neve. Ez az ember fedhetetlen, igaz, Isten félő vala és bűngyűlölő. Nincs hozzá hasonló a földön. És mégis, mivel sátán kételkedik Jób hűségében, Isten engedélyezi a kísérletet, bizalmat előlegezve szolgájának, mint aki előre tudja, hogy Jób nem adja be a derekát, és bajnokként győzni fog. És ezután kíméletlenül érkeznek a nehéz ökölvívó, a sátán ütései. Valaki azt mondta, nem is létezik a sátán, ám érkezett is nyomban a válasz. Igen, addig, amíg nem fordulsz vele szembe, illetve ellene, mert azonnal találkozol vele. Követek hozzák a hírt Jobbnak, hogy mindene rablók, tűz és földrengés áldozata lett, beleérte a gyermekeit is. Mindent elveszített. Képzeld el ezt a helyzetet. Erre pedig Jób a következőképpen reagált. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Aztán sátán megveri Jobot undok fekéllyel, talpától fogva a feje tetejéig. És vőne cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ül vala a hamu közepette. Mindezek után érkezik a feleség, és a következőket mondja. Erősen állasz én még mindig a te fedhetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és hallj meg. Jobb helyre teszi a feleségét. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat ne vennők, éj el. Milyen kellemetlen és fájdalmas helyzet az, amikor a hozzád közel álló akar eltántorítani. Azonban ne feledjük az előzményeket, totális csőd, ráadásul szörnyű betegség, iszonyatos látvány.
John Gottman a Jól működő házasság 7 alapelve című könyvében figyelmeztet. Nagyon sok házaspár esetében komoly konfliktusok forrása a pénz. Igen, gyakoriak az így kirobbant perpatvarok. A pénzzel biztonságot is lehet vásárolni, a már hosszabb ideje házasságban élők is szembe találhatják magukat financiális problémákkal, hiszen az ő körülményeik is változhatnak. A vesztesség, az ínség vagy a szenvedés nagyon könnyen Isten tagadásba taszíthat. A Mózes 5. könyvének 13. fejezetében ezt találjuk. Az Urat, a ti isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok. Ha testvéred, a te anyádnak fia, vagy a te fiad, vagy leányod, vagy a kebleden lévő feleség, vagy lelki, testi barátod titkon csalogat mondván, nosza, menjünk és tiszteljünk idegen isteneket, ne engedj néki, és ne hallgass rá. Malakiás próféta könyvében a 2. fejezetben ezt találjuk a feleségről, holott társad és szövetséges feleséged. Mert gyűlölöm az elbocsátást, a válást, avagy a házasság felbontását. Amikor házasság jön létre egy férfi és egy nő között, a felett Isten elnököl, nem két ember dolga és műve csupán. Isten is jelen van benne, hatalmával szentesíti. A házasság egy szövetség, amelyben a felek életre szóló, halálig tartó hűséget, szeretetet, egymás melletti álhatatos megmaradást fogadnak, amelynek megtartásához Istentől kérnek és várnak segítséget. Ez azt jelenti, hogy ő rád támaszkodhatnak minden örömükben és küzdelmükben, életük végéig. A Szentírás Malakiás proféta által a nőt először a férfi társának nevezi, mert a feleség részt vállal férje gondjaiból, fájdalmaiból és örömeiből. Sajnos a Jób felesége nem erre törekszik. A barátok is lehetnek családbarátok, inkább fokozzák a bizonytalanságot. Jób könyve 19. fejezetében találjuk, atyám fiai távol űzé mellőlem, barátaim egészen elidegenedtek tőlem, rokonaim visszahúzottak, ismerőseim pedig elfelejtkeznek rólam. Bár hihetetlennek tűnik, Sátán támadásai nem változtatnak Jób Isten iránti hűségén. Ezt nevezem Isten központuságnak szemben az ateizmussal, illetve humanizmussal, vagy akár a világi racionalizmussal. Iszonyatos a küzdelem, Jobb minden idegszála megfeszül. Talán jogosan kérdez, kövek ereje é az én erőm, avagy az én testem acélból van é. Kívánatosabb számára a halál, mint a további küzdelem. Így fogalmaz, akkor nyugton pihenhetnék, akik a halált várják, de nem jön az, inkább választja lelkem a halált. Mégis Isten segítségével helytáll, és a Szentírásban lévő példaértékű vallomásai ma erősítenek bennünket. Kezeit formáltak engem, milyen gyönyörű, vagy tudom, hogy te mindent megtehetsz, Istenre hivatkozva, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll. Kérdez, perel az Úrral, de az elképzelhetetlenül nehéz nyomás alatt sem válik istentelenné, Isten tagadóvá. Inkább hiszi azt, hogyha életébe is kerülne ez a roppant nehéz megpróbáltatás, Isten akkor is képes őt feltámasztani. Isten Jobbot igazolja a barátai előtt. Nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Azután Jobb és az ő családjának helyreállítása következett. Azután eltávolítá Isten Jobbról a csapást, és kétszeresen visszaadá az Úr Jobbnak mindazt, amilyen volt. Az Úr pedig jobban megáldá a Jobb életének végét, mint kezdetét. És lőnnék ki 7 fia és 3 leánya. Következtetések. Olyan emberek győzik le a nagy veszedelme sárkányt, akik nem kímélik életüket sem, mint halálig. A nehézségeknek nem kell feltétlenül eltávolítaniuk a családtagokat sem Istentől, sem egymástól. Sajnos sokan jól indulnak életükben, de később az élet gondjai, egy megbotránkozás, a világ csábítása miatt, vagy egy közelálló személy eltántorító befolyása révén hátat fordítanak az igaz hitnek, illetve Istennek. Bizalmat előlegezhetünk Istennek, és amennyiben hűségesek maradunk, borítékolhatjuk az örök javunkat szolgáló győzelmet.
Ha jobbnak sikerült, miért ne lehetnél te is a bajnokok névsorában? De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, mondja a Szentírás a zsidókhoz írt levélben, hogy elveszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Sátán mindig a kiütéssel fenyeget, de Isten segítségével legyőzheted őt, mert a töviskoronás Jézus Krisztus teljes győzelmet aratott felette a Golgotán. Jézus ma is él. Kérj tőle segítséget minden élet, illetve válsághelyzetben. Egy imatávolságra van a segítség, és miért ne a győzelem? Próbáld ki, mert működik. A te neved is bekerülhet a bajnokok névsorába. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk azt, hogy Jézus Krisztusban kilátásba helyezted mindenki számára a győzelmet és az üdvösséget. Segíts, hogy mindig, főleg a válsághelyzetekben lekérjük, elkérjük, lehívjuk tőled ugyanazt az erőt, amellyel Jézus Krisztus is győzött a sátán felett. Amen. Köszönjük az éneket, és köszönjük az ige szolgálatot, köszönjük azt, hogy ma este is együtt imádkozhattunk. Ezzel az alkalommal egy újabb bajnok életéről hallhattunk, és ismerkedhetünk meg. Jobb élettapasztalata, amire a hangsúlyt szeretném, hogyha mi fektetnénk, hiszen az elmélkedésben is erre került a hangsúly a legvégén. Milyen általános kihívásai vannak a családoknak, ami konfliktussá alakulhat? Konfliktus okozók lehetnek kis dolgok. És nagyon sokszor megfigyelem, hogy nem a nagy dolgok okoznak nagy vitát, nagy nehézséget, hanem az apró kis dolgok. Én nem szeretném felsorolni, sem senkinek ötletet adni, amit ugye tapasztalat során összegyűjtöttünk, szakirodalomból, stb. Azonban sok minden vezethet férfeleség, vagy éppen szülők és gyermek közötti konfliktushoz. Hogy gondoljátok, Jobb életében ezek a konfliktusok ott voltak? Mennyit tudunk meg a bibliai leírásból a családi életre nézve? Jobb életében is a konfliktust és a feszültséget egy betegség okozta. Talán a mostani helyzet sokkal közelebb hozott minket is ehhez a helyzethez, ehhez a valósághoz. Hogyan éled meg, hogyan tudod vezetni életedet, akkor, mikor egy betegség lebénítja a társadalmat, lebénítja a családokat. Az igazság az, hogy most ez általános, de sokszor megjelenik ez külön családokban, amikor egy haláleset, egy nem várt súlyos betegség híre elérkezik hozzád, hozzám, és akkor az ember összerezzen, magába borul, és nem tudja merre, hogyan. Ezt tapasztalta meg Jobb is, Jobb felesége is, és az hozzá elérkező barátok, akik eljöttek, hogy őt meglátogassák. Még van egy olyan vetülete az életnek, az akkorinak is, meg a mostaninak is, hogy ott van a gazdasági háttér. Elsősorban Jobb megtapasztalta, hogy majdnem minden oda veszett. Vagy mondhatjuk azt, hogy minden nagy gazdagsága volt. És egyből kivenni valakinek a zsebéből a teljes tulajdonát, összegét, stb. Ez már egy konfliktus helyzet. Akár a családban, akár a családon kívül. Azután jött persze a betegség, ami megpróbál szívet, lelket, értelmet, mindent. Jobb életéről úgy olvasunk, hogy az egy tökéletes, istenfélő, istent imádó élet volt, de az ő családi élete is különleges volt. Tudnánk esetleg egy néhány gondolatot behozni ezzel kapcsolatosan, hogy milyen is volt az ő családi élete? Szeretném felolvasni az igéből, Jobb könyve első fejezetéből. Így szól az első fejezet első és ötödik verse. Volt 20 földjén egy Jobb nevű férfi. Fedhetetlen,
derék ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. Megállok egy picit ennél az első szövegnél. Valóban egy, nem csak egy jó, hanem egy tökéletes emberről szól ez a leírás. Istenfélő. Milyen jó lenne, ha ma is minden családapáról elmondanák ezt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. Az ötödik vers már a gyermekeivel való viszonyát is hangsúlyozza. Valahányszor sorra lejártak a vendégség napjai, Jobb elhívatta gyermekeit, és megtisztította őket. Korán reggel felkelt, és égő áldozatot mutatott be mindegyikükért. Így gondolkodott ugyanis, hát ha vétkeztek gyermekeim, és szívükben káromolták Istent. Így járt el Jobb minden alkalommal. Nem csak, hogy otthon ült, és imádkozott érettük, hanem az ige azt mondja itt, hogy magához hívatta. Elhívatta, ami azt mondja, gyertek hozzám, jó, otthon voltatok, közösségben voltatok, az is kell, együtt ettetek, együtt örventetek, de most gyertek el hozzám, és gyertek, imádkozzunk. Hát, ha valamivel megbántottátok. Ő, mint családapa, hívja a gyermekeket, hívja a családot, és a legfontosabb dolog a hitéletben ez, rendezni Istennel, Uram, bocsáss meg, és ő ezt tette. Én gondolom, hogy Jobb, mint édesapa és férj, egy példakép is volt családja számára. Ahogy olvassuk az ő könyvét, látjuk, hogy ő elmondja, hogy az árvákra, az özvegyekre, a szegényekre gondot viselt. És ezt tette, mert ő, mint egy Istentől megáldott ember, kötelességének érezte, hogy a társadalomban segítsen, jót tegyen. Ez az ő jó példája nem csak a kívülállók számára volt egy értékes, igaz gyöngy, hanem ez az ő családja számára is egy ilyen érték volt. Jobb átélte azokat a vesztességeket, amelyeket mi is talán csak részben élünk át, hiszen ő mindenét elveszítette majdnem. Mondhatjuk azt, hogy elveszítette vagyonát, javait, értékeit, elveszítette gyermekeit, és felesége élete maradt meg, és az ő élete, hát végül egészsége egészen leromlott. Ebben a helyzetben azt nyilatkozta, hogy az Isten adta, az Isten vette el. Így tudta megérteni azt, amit szemei előtt látott történni. Végül is ki okozta Jobb szenvedését, mit tudunk elmondani a történetről, betekintve a háttérbe is? Az első gondolat, amit itt megjegyeztem ennek kapcsán, hogy mit jelentett ki Jobb, az az, hogy elfogadta. Ez már egy nagy lecke. Hogy az Úr adta, az Úr vette. Elfogadta a helyzetét. Nem látunk benne, itt ebben a kijelentésben nem látunk lázadást, nem látunk Isten ellenfordulást, embertársi ember, ellenségek ellenfordulást, hanem elfogadta. Már erre lehetne mondani, hogy hős. Hogyha valahogy elfogadja ő ezt a helyzetet. A mai embernek elfogadni azt az eseményt, a történést úgy, mint amit Isten megengedett, hát ez nehéz dolog. Legtöbbször azt mondjuk, hát megverte az Isten, vagy az Isten sújtotta, és mondunk olyan dolgot, ami Jobb nem mondta, hogy most megverte az Isten. Elfogadta. Ez az első dolog. A másik pedig nagyon meg kell jegyezzük azt, hogy nem Isten adta ezt. Mindaz, ami érte Jobbot, az az ellenség munkája, egy háttérbeli ellenség munkája. Az előadásban úgy jegyezte meg Csabai lelkész, hogy a világbajnok. Tehát a világbajnok végezte mindezt a támadást ellene, Jobb ellen. Jobb nem látta csak azt, amit emberi szemmel láthatod maga körül. Hogy elvesztette a vagyonát, elvesztette gyermekeit, lassan elvesztette aztán egészségét, és érezhette, hogy
ebben a veszteségben még az ő felesége is nincs mellette, legalábbis egy bizonyos fokig, de ő nem láthatta azt, amit mi a könyvből láttunk, hogy mindezeket a veszteségeket nem az ő szerető Istene okozta, még hogyha nem is tudta mindezt. Mi tudjuk azt, amit az ő könyve kijelent, hogy ott Isten előtt volt egy találkozás, egy beszélgetés, és az örök ellenség, Sátán megvádolta Jobbot. Mert a Jóisten rámutatott az ő igaz szolgájára, és bemutatja őt, mint istenfélőt, egy jóindulatú embert, és Sátán, aki mindig az ő atyafiait vádolja, Isten gyermekeit vádolja, az első fejezet 9. vers szerint azt mondja, avagy ok nélkül félje Jobb az Istent. Más szavakkal azt akarja sugallni, hogy könnyű Jobbnak vagy. Ha nem is könnyű, de megéri, mert te megfizeted neki. Ő nem ingyen teszi ezt. Sátán azt akarja mondani, hogy általában nincsen őszinte Isten imádat. Az, aki tiszteli Istent, annak megéri, mert a Jóisten meghálálja neki. És az egész könyv és történet feszültsége innen indul ki, hogy Isten megbízik az ő szolgájában, és azt mondja, én tudom, hogy ki Jobb. Jobbal kapcsolatosan meg kell tegyük még azt a kérdést, hogy miért? Miért engedi meg Isten? Magunkra szoktuk ezt a kérdést feltenni, jó, miért pont én? Ha valami történik, miért pont én? Hogyha a Jobbot nézem, akkor a bibliai leírásból természetes, az tűnik ki, hogy Jobb ott vizsgázott a világegyetem előtt. Másképpen ő meg kellett védje a diplomáját. Az, hogy amit Isten róla mondott, ez az ember ilyen, ez az ember olyan, ez az embernek a jelleme ez, és Isten megengedte, hogy vizsgázzon. Ez Jobb esetében. A mi esetünkben, vagy emberek esetében, én azt mondom, hogy nem tartom magamat tökéletesnek, hogy most én kelljen vizsgázzak, bebizonyítsam, hogy na, a diplomám jó, vagy nem jó. Hanem amikor Isten megenged a mai embernek, a mai kereszténynek, akkor nevelő céllal, nevelési céllal, jellemformáló céllal. És akkor, amikor keressük a választ arra, hogy miért engedi meg az Isten, akkor így tekintsünk. Látjuk azt, hogy a Jobb családi élete egy krízis helyzeten ment át, nem csupán az anyagi veszteségekből adódóan, hanem gyász is jellemezte ennek a családnak az életét, betegség is, és aztán a feleségéről is majd szót fogunk ejteni, hogy milyen magatartása volt a következő néhány percben. Mondjuk el azt, hogy mi Isten terve a házasságra nézve, milyen volt az első házasság, és mit mond az Úr Jézus Krisztus a házasságról. Ez nagyon fontos, hogy az üzenetet ma mi számunkra kihámozzuk ebben a modern világban. Amikor Isten megteremtette az embert, Ádámot, Ádám kezdett magára ismerni, és kezdte érezni, hogy egyedül nem jó. Egyedül az egész világon nem lehetett jó érzés számára. És ekkor Isten valamit ajándékozott neki. Valamit ajándékozott az embernek. És ez a házasság. A házasságot nem az ember találta fel, nem a társadalom fejlesztette ki. Ez Isten csodája és ajándéka még az idők kezdetén. Még annyit megjegyeznék itt, hogy Isten teremtette, írja a Mózes első könyv első fejezet 27. verse, teremti az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, és Károli fordítású biblia is, meg más fordítás is elmondja azt, hogy férfiúvá és asszonyjá teremti őt. Ami azt jelenti, hogy hősök vagy bajnokok, ebből a kategóriából férj
és feleség. Ma is ez az egészséges család. Nem csak akkor is ott, ma is ez az egészséges család. Nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, hogy a házasság egy férfi és egy nő között kötetik. Erre van Istennek áldása, igen, és az Úr a teremtés alkalmával ezt az intézményt megszentelte, megáldotta. Mit mond az Úr Jézus Krisztus a házassággal kapcsolatosan? Ugyanezt erősíti meg? Különös az, ahogy az Úr Jézus Krisztus elkezdi az ő munkásságát, maga köré gyűjt egy pár tanítványt, és a Biblia azt mondja, hogy első csodáját csak egy mennyegzőn végzi el, a kánai mennyegzőn. Annyira tiszteli az embert, és annyira tisztelte ezt az ajándékot, amit ő ajándékozott az embernek, hogy elment és megtisztelte barátainak, ismerőseinek mennyegzőjét, és részt vett a mennyegzőn. Egy másik tanítása alkalmával a Máté Evangélium 19. fejezetéből olvassuk. Annak okáért elhagyja a férfi atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Íme az Úr Jézus Krisztus hogyan tekint a házasságra? Nem egy harmadik személy, nem egy más férj, feleség, elhagyja is ez a család. A Jóisten ezt áldotta meg, és ebben éljük az egészséges, kiegyensúlyozott, áldott életet a mindennapokban. Viszont a bűnnyomán a házastársi kapcsolatokban is nagyon sok provokálás, nagyon sok kihívás adódik, és ezzel meg kell küzdeni. A Jobb életéből azt látjuk, hogy pontosan az, aki megmaradt mellette, gyermekeit elveszítette, de saját felesége is arról próbálta meggyőzni, hogy tagadja meg az Istent. Valószínű ez egy nagyon fájdalmas pillanat lehetett Jobb életében. A kérdés az, hogy mit tegyenek a házas felek akkor, amikor úgy tűnik, hogy a másik az Istent imádó, szolgáló életről megpróbálja eltéríteni, vagy más véleményen van. Én a szöveghez térnék vissza a Jobb könyvének második fejezetében, 10. vershez. Mit válaszolt a felesége mondatára? Egy kicsit keménynek tűnik. Úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Nem azt mondja neki, hogy elment az eszed, de úgy beszélsz, mint egy azok közül, aki bolond. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennük el? Mindezekben sem vétkezik Jobb az ő ajkaival. Úgy érzem, hogy ebben a válaszban megvan egy picit a pirongatás. De nem ezen van a hangsúly, hanem elmondja az elvet, és elmondja a hitét. És elmondja azt, hogy nézd, annyi minden volt ebben az életben. Hát azt elvettük az Isten kezéből. Annyi áldás, annyi jó, a sok jó, ami volt eddig. Most van ez, ami most történt. Hát ezt ne vegyük el. Nagyon fontos olyan esetben, amikor baj üti fel a fejét, talán nézeteltérés, és én ezt hámoztam ki magamnak, visszatekinteni arra sok jóra. Jobb itt kezdi, hogy nézd, ez az egyik megoldás. Visszatekinteni arra, ne azon siránkozz, hogy most mibe vagy, hanem mi volt eddig. Jobb nagyon nehéz helyzetbe találta magát. Eljönnek a barátai, és azzal vádolják, hogy az igaznak jól megy sora, és ha neki rosszul, akkor biztos valami titkos bűne van. A barátai nem ismerték lehet nagyon közelről Jobbot, és feltételezték róla, hogy lehet valamit eltitkolt, és ezért az Jóisten megbüntette. De hasonló helyzetbe, vagy álláspontra helyezi magát az ő felesége is. A felesége ismeri Jobbot. Tudja, hogy Jobb nem tévedett az ő Istenével szemben, de ugyanaz a gondolkodásmód rejlik az ő feleségében is, mert azt mondja, ha te jó vagy Istennel szemben, és mégis ér a bánat, mégis ér a veszteség, akkor mi haszna szolgálni őt? Hát akkor fordíts hátat, és fejezd be a te életedet. De úgy, ahogy mondta Ferenc Jócó barátom, Jobb nem csak a pillanatra, a jelen pillanatra tekintett, hanem ott volt az ő tapasztalata az ő Istenével, és ezért tovább tudott menni.
Jobb talán csak akkor döbbent rá, hogy mennyire különbözik a felesége meggyőződése és hite az övétől, amikor egy krízis helyzetet éltek meg együtt a házasságban, a házas életben. Mennyiben lehet ezt bizonyos értelemben elkerülni a párválasztás idején, amikor a fiatalok, a fiataljaink keresik a párjaikat? Előre lehet-e ezt valamilyen formába látni, vagy a jellemből ki lehet-e olvasni azt, hogy mennyire ragaszkodik az Istenhez, vagy sem, vagy egyéb más dolgokat, amikre most nem tudunk kitérni, mert az időnk nem engedi. Érdemes-e ezekre odafigyelni, vagy nem számít, mert úgyis a házas évek majd összekovácsolják a párokat, és minden majd kialakul az idők során? A kovácsolódás az biztos. De hogy össze vagy szét, meg az idő hozza. Érdemes odafigyelni. Tudni kell azt, hogy két egyforma személy nincs. Tehát két egyforma személy nincs ezen a földön. Hogy most mind a kettő így gondolkodik, mind a kettő úgy érez, úgy lát, stb. Azonban ez a különbözőség lehet pozitív, sőt, Isten részéről pozitív, a kiegészítés szempontjából. Ugye, mint lelkészek, házasság felkészítőt ajánlunk, tartunk a fiataloknak, és ott is elmondom, hogy jó odafigyelni egymásra, még a különbözőségekre is. Nem arra kell törekedjünk mi se, meg ők se, hogy két egyforma ember kerüljön össze. Viszont akkor van a gond, amikor az Istennel való viszony a két személy esetében nem egyforma. És erre szoktam mindig őket bátorítani, hogy figyeljetek oda, és ne lehúzzátok egymást. Hogy na hát most nem imádkozunk, na most nem megyünk templomba, most nem megyünk, most nem csináljuk ezt, ami a hitéletét illeti, hogy mindig egyik visszahúzza másikat, hanem erősítsétek egymást. Akkor van a baj, amikor az Istennel való viszony egyiknél erősebb, fölemelkedő, a másiknál pedig olyan lágy meleg. Lehet sokszor látni, vagy hallani, hogy a barátkozás ideje alatt az egyik fél lejjebb engedi a mércét, arra gondolva, hogy majd a mennyegző után, majd azután odaalakítom a társamat. Felemelem arra a magaslatra, amelyre én gondolom. Sokszor lehet látni, hogy ez nem sikerül. Mert sokszor nem vagyunk képesek saját magunkon változtatni, és amikor a másikra próbálok ráerőltetni olyan meglátásokat, ami már nem született, vagy még nem született meg az ő szívében, akkor ez a szétválláshoz vezet, és egyáltalán nem az összekovácsoláshoz. Ezért jó előre meggondolni, mit akarok az életben, milyen célokat tűzök ki, és ennek fényébe válasszok. Mert szokták mondani, hogy mutasd meg, kivel barátkozol, ki a te barátod, és akkor meg tudom ítélni, hogy te ki vagy. És ez így van a családban is. Mi a remény a mai családokban, talán azokban a családokban, ahol krízishelyzetet élnek meg kapcsolati szempontból, férj, feleség, gyerek, szülő a kapcsolataiban? Tudni kell azt, hogy Sátán terve a családok megsemmisítése, és ezt hámozhatjuk ki Jób könyvéből is, hogy nem csak Sátánt, nem csak Jóbot támadta meg, nem csak a gyermekeit, nem csak a vagyonát, hanem az ő kapcsolatait, a házasságát is megtámadta. És van egy nagy ellenség, aki mindenkinek a házasságát megtámadja. Független attól, hogy jól megy vagy rosszul megy az a házasság. És tudni kell azt, hogy van egy ilyen ellenség. Amit én megjegyeztem az előbbi előadásokból is, hogy például ne add fel. Nagyon sokan eljutnak addig a pontig, tovább nem bírom és feladom. Ne add fel. És tanuljuk meg, mert a hősnek lenni ezt jelenti ne adni fel. Másodszorban nagyon soktól hallottam azt, akinek az első házassága könnyen felbomlott. Nagyon sokszor hallottam azt, bár mentettem volna meg azt, és tehettem volna érette. Ezzel vádolván önmagát, hogy ott lehetett volna ő is aktívan azért, hogy az megmaradjon.
A bizalom. Istenben való bizalom. Mert említettük az előző gondolatok közt, hogy Jobb bízott az ő Istenében, tapasztalatai voltak vele. De akkor is, amikor nem látott egy kiútat, nem látta, hogy hogyan fogja átvészelni a helyzetet, lehet, hogy arra gondolt, hogy nem sokára befejezi az ő életét. Nem tudta, hogy számára mit tartogat a jövő. Ő el tudta mondani, hogy mindezek ellenére tudom, hogy az én megváltom él. És a nehézségek ellenére nem tudta, hogy ki okozza ezt neki, miért éri ez a sok kár és ez a sok szenvedés, ő el tudja mondani, hogy bízok a jó Istenben. Rövid szavakban, villám válaszokban mondjuk el azt, hogy gyakorlatilag mivel támogathatja a férj a feleséget, a feleség a férjet, illetve az édesapa a gyermekeit, de a gyermekek a szülőket, illetve az édesanyja a gyermekeit a nagy családi életben. Mindenki vállalja fel a ráeső részt. Az édesanyja az anyai részt, az édesapa az apai részt, férje a férj részét, a feleség részét és a gyermekek a gyermekek részét. Azon kívül nagyon-nagyon fontos a kölcsönös értékelés és a kölcsönös tisztelet. Tudjunk egymásért imádkozni. Tudjunk a másikért fohászkodni Istenhez, ugyanakkor próbáljunk az ő helyébe helyezkedni, próbáljuk megérteni, hogyan gondolkodik. Miért számára valami annyira fontos, és számomra nem? Mert akkor, amikor közeledünk a mi társunkhoz, közeledünk szüleinkhez és gyermekeinkhez, akkor a közeledés megértéshez és vezetés összekovácsol minket, mint család. Köszönöm szépen a válaszokat, és hogy elfogadtátok a meghívást a Remény Bajnokai előadássorozat kerekasztal beszélgetésére. Mi is köszönjük szépen. Szeretettel. Ellen Good White-tól szeretném egy idézettel folytatni a gondolatokat. A menny legszebb előképe az az otthon, ahol az Úr lelke lakozik. Isten akaratát akkor teljesítik, ha a férj és a feleség tisztelik egymást. Ápolják a szeretetet és a bizalmat. Ezt kívánom mindannyiunknak, önöknek is. Mielőtt elköszönnénk ma este, következzen egy énekszám a Bíró Trió részéről, zongorán kísér Bíró Szilárd. Kedves
Köszönjük az énekszámot, és köszönjük, hogy velünk tartottak egész időn át. Ma este egy újabb ajándékkönyvet ajánlunk a figyelmükbe, melynek a címe Remény a mai családoknak, melyet letölthetnek a www.adventista.ro oldalról, ott az ajándékkönyvre kattintva. Holnap este újból találkozunk. Találkozásunk témája Mi lesz az álomból? Várom Önöket holnap is, hogy megismerjünk egy újabb bajnokot, aki példaértékű lehet mindannyiunk számára. Kellemes estét kívánok mindannyiuknak! Az emberek mindig felnéztek a hősökre. Ámulattal és tisztelettel csodálták azokat, akik kitűntek a tömegből, akik emlékezetes életükkel nyomot hagytak a történelem színpadán. De mitől lesz valaki bajnok? Mi az, ami megkülönbözteti őt az átlagos embertől? Kövesd a hetednapi adventista egyház előadásait minden este 6 órától, hogy felfedezd, miként válhatsz te is a remény bajnokává.